Na hello, sziasztok srácok, én Jussi vagyok, köszöntök mindenkit a legújabb videóban, és egy elég érdekes témát hoztam el mára nektek, ugyanis engem személy szerint elég érdekelnek az UFO-k, és eléggé érdekelnek azok a jelenések, vagy történések, amik mondjuk a nagyvilágban történnek, hogy éppen valaki mondjuk látott ott egy UFO-t, vagy éppen ott történt valami, nem tudom én, és akkor úristen. Lényeg az, hogy elég érdekelnek ezek a témák, és találtam egy olyan videót az interneten, amihez egyébként még magyar felirat is van, úgyhogy tökéletes lesz, mert mindenki meg fogja érteni, ahol amerikai elnökök beszélnek az UFO-król, illetve az UFO jelenségekről, úgyhogy nézzük meg a videót, és akkor utána összefoglaljuk, hogy mit láttunk. Közben srácok, történt egy kis változás, lekerültem balra, és fölkerült egy szemüveg, az a biztos, a szokásos, sokat alvós Jussu megint megjelent. Na, nézzük a videót. George Bush volt amerikai elnök. Did you go through the secret files, the UFO? Na, erre kíváncsi lennék. Because if I was president, that'd be the first thing I did. You know, it's funny, my daughters asked the very same question. Egyébként, ha én lennék az amerikai elnök, leállítom egy picit, akkor hot biztos, hogy az összes ilyen dolgot elolvastam, mondjuk szerintem ezek is bújják egyébként orba szájba, tehát tudja, hogy nincsen olyan, hogy jó, van, én vagyok az amerikai elnök, és mi lett az első dolga? Nem az, hogy jó, leül a kis székébe, és akkor, aha, én vagyok az elnök, itt van a koreai telefon, igen, itt van a, nem tudom, az a piros gomb, ezt ne nyomjuk meg, hanem bemegyek az első könyvtárba, hallod? És az összes titkot, amit eddig igazából kíváncsi voltam, vagy érdekel, vagy mit tudom én, azt egyből elolvastam. Én tuti, ki se jönnék egy hétig onnan, az hold biztos, az összes ilyen szart elolvasnám. 100%. Na, menjünk. What was in those files? No. You would not? No. Now that you're out of office, you can do anything you want, right? True. Mondjuk, lehet, hogy azt nem engednék meg, hogy mindent elolvassak, nem tudom. You're not telling me what? Are you not telling me that you looked at them? I'm not telling you nothing. Hoppá! Kemény vagy, tesó. 1952? Az igen. Az really? Az what the fuck? 1952. Na, ez érdekes. So I had all the Roswell papers reviewed, everything. If you saw that there were aliens there, would you tell us? Persze. You would. Igen. Egy vicces talk show-ban fogja elmondani mindenkinek, if we were visited, hogy léteznek az UFO-k. If the United States Air Force did recover alien bodies, they didn't tell me about it either, and I want to know. Na most ez is olyan, hogy manapság annyi mindent meg lehet már csinálni Photoshoppal, de nem? De most tényleg, tehát a mai világban nem tud már elhinni, hogy mi az igazság, és mi az, amit csak eléd raknak. Did you do that? The aliens won't let it happen. You reveal all their secrets. Ez dobom, ez legalább egy jó arc volt, hogy legalább tudod bele viccet csinálni. I can't reveal anything. Oh, really? Because President Clinton said he did go right in and he did check and there was nothing. Well, you know, that's what we're instructed to say. Ez jó. Ez dobom a csávó, ez jó arc volt. That's true, good point. Shouldn't have mentioned the aliens. But we overcame all that. Ennyi. Paul Heiler volt kanadai. With absolute certainty that four different species, at least, had been visiting. Hú, de jó, pont benne van a fejléc. Arról van szó, hogy 4 különböző faj látogatja a Földet. És az UFO-nak hosszú története van, különösen aktívak az elmúlt 2 évtizedben. Amióta feltaláltuk az atombombát. Ú, az mondjuk durva ott. Na, majd lehet, hogy csinálunk egy ilyen UFO-s videót egyébként. Engem azt tud érdekel ez a téma, csak hát... Ez is olyan, mint az időutazásos dolog, amit már egyszer csináltunk, hogy én is tudok ilyeneket csinálni, ha nagyon belemegyek.
Hoppá. Hát igen, mondjuk abban igaza van egyébként, tehát hogy tényleg az emberiség az abszolút erre tendenciál, hogy látunk egy ragyogó fényt felbukkant a távolban nyugat felől. Egyre közelebb jött a fák tetejének magasságában. Változtatta a színét, aztán ott lebegett egy darabig. Aztán eltűnt a távolban. Na nézzük. Kép a Marsról, és mit kell ezen nézni? Uha. Az jó a zene. Ejha. Az mi ott valami lánctalpas, izé? Hát nem tudom, én ezekkel nem tudok mit mondani. Aha. Uha. 35 km magas torony a Holdon. Ott. Azt mondta a Hold küldetés medikus tesztjének, hogy itt vannak a kráter körül parkolnak, figyelnek minket. Húha. Húha. De izgulmas. Úgy mondanám, tény, hogy nem vagyunk egyedül a világegyetemben. Egyébként szerintem sem vagyunk egyedül, de... Srácok, érdekelne a ti véleményetek, hogy szerintetek léteznek-e UFO-k, és hogy szerintetek az emberek, illetve a világon a vezetők többsége hogyan reagál ezekre a témákra, hogy igazat mond, vagy kamuznak, vagy mindenki mondja a saját hülyeségeit, vagy több igazság létezik, vagy léteznek egyáltalán UFO-k, vagy nem léteznek, szóval erre abszolút kíváncsi vagyok, mert szerintem manapság minden embernek van véleménye erről, egyébként nekem is van hozzá. Szerintem léteznek UFO-k, biztos vagyok benne, hogy UFO, ugye az valami azonosítatlan élő lény, az lehet mondjuk valami, nem tudom, spóra 200 kilométerrel arrébb, vagy 200 ezer millió csilliárd fényévnyi kilométerrel arrébb, vagy lehet mondjuk egy olyan élő lény, mint akár mondjuk mi. Szóval szerintem ez elég érdekes téma. Lehet, hogy fogunk bele csinálni majd egy videót, ahol különböző ilyen idegenek jelenésével foglalkozó témákat fogunk feszegetni, mert tényleg ez egy jó dolog. Na, srácok, írjátok le a véleményeteket, szerintetek van-e, vagy nincs-e UFO? Ennyi, jó? Na, van-e, vagy nincs? Bőven elég. Illetve, ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, illetve iratkozz fel a csatornára, hogyha szeretnél még hasonló tartalmakat látni, én pedig jövök majd nem sokára egy újabb live-val, vagy egy videóval. Én Jussu voltam. Sziasztok!